Nagy szeretettel köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit, az MSZP és a Párbeszéd közös jelölt bemutatóján, innen Zuglóból. Hát, hogyha itt mögém nézek a fiúkra, egy kicsit idegenül érzem magam, mert mindkettőnek szoros kötődése van Zuglóhoz, és hát dolgoztak Zuglóban, és dolgoznak most is jelenleg is Zuglóért. És hát nagyon fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy egy ilyen győztes csapaton most nem szabad változtatni. Zuglóban nagyon sokat küzdöttek azért, hogy ez a városrész, Budapestnek ez a szeglete elinduljon egy demokratikus úton, és Zugló már sokat tett azért, hogy a demokráciának a visszaállításában és ennek az autoriter rendszernek a lebontásában egy fontos oszlopa és pillére legyen Magyarországon és Budapesten is. Hiszen itt már többször megverték a kormányt, megverték a kormánynak azt a politikáját is, amelytől meg kell, hogy szabaduljunk 2022-ben is. Zuglóban olyan politikusok regnáltak, és regnálnak most is, akik mintaértékű, egyfajta laboratóriumként működnek, olyan közpolitikát valósítottak meg, amelyet, hogyha 2022-ben győzni tudunk, és Karácsony Gergelyből, főpolgármester úrból miniszterelnök lesz, akkor bizony országosan is meg tudunk valósítani. De ami a legfontosabb, hogy azt a Tóth Csabát, aki mindent megtett azért, hogy ezt a környezetet, a fejlődéshez való utat biztosítsa, és országgyűlési képviselőként segítse az itt élőket, és hallassa a zuglóiaknak a hangját a parlamentben, újra kell, hogy válasszák. Ezért az MSZP és a Párbeszéd nagy szeretettel és melegséggel ajánlja az itt élőknek, hogy válasszák újra. Én azt hiszem, és talán ezzel szeretném befejezni, mert ez a legfontosabb üzenetem, amit a zuglóiaknak át szeretnék adni, mint egy körzetegyéni, egy másik körzetegyéni képviselője, mint az MSZP társelnöke, hogy könnyű azoknak a politikusoknak, akik mindig valami ellen határozzák meg magukat. Mindig küzdenek valami ellen, és rövid távon ezzel sikereket érnek el. De kérem, Magyarországon építkezni nehéz. Egyről a kettőre jutni nehéz, előre vinni valamit nehéz, összefogni egy csapatot nehéz, valamit felépíteni, hidakat építeni, épületeket felhúzni, egy közösséget építeni, azt mindig nehezebb. De aki a nehezebbik utat választja, és Csaba mindig a nehezebbik utat választotta, az sikerre van ítélve, és meggyőződésem, hogy a zuglóiak ezt meg fogják becsülni, és tudják, hogy kire kell, hogy szavazzanak az előválasztáson, hogy aztán Tóth Csaba megverhesse újra a fideszes jelöltet. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok! Én is üdvözlök mindenkit nagy szeretettel innen Zuglóból. Jó ide nekem újra és újra visszajönni, és látni azt, hogy amit elkezdtünk 2014-ben, annak a folytatása következik. 2014-ben, amikor az önkormányzati választáson sajnos az ellenzék még nem állt össze, ezért csak kevés helyen tudtunk változtatni. Ez úgy volt az egyik olyan hely, talán Budapesten belül az egyedüli kerület, amit sikerült visszakódítani a Fidesztől. És bár akkor nem volt stabil többségünk, de elkezdtük azt a zöld, szociális politikát folytatni itt a kerületben, amit egész Magyarországnak kínálunk. És amikor itt vagyunk a Csertő Parkban, akkor azért ennek bizonyos eredményeit lehet látni. Mögöttünk lévő gyermekorvosi rendelő felújítása, a parknak a felújítása például szívügyünk volt. És azt gondolom, hogy a park másik részeinek az állapota mutatja azt, hogy azért van még teendő bőven. Tóth Csaba országgyűlési képviselő úrral hazudnék azt mondják, hogy nem lettek volna vitáink, de ez a viták mindig arról szóltak, hogy mi az, ami a legjobb, amit a kerületnek ajánlani tudunk. És ő egy erős vezető, egy erős partner, akkor is, amikor adott esetben vannak vitáink, de ami a legfontosabb, elsősorban akkor, amikor küzdeni és építeni kell. Én azt gondolom, hogy nem csak az MSZP Párbeszéd Szövetség, nem csak azok a pártok, akik ez a szövetséghez itt Zuglóban csatlakoznak, hanem a zuglóiaknak is az az egyértelmű akarata, hogy ezt a megkezdett munkát folytatnunk kell. Éppen ezért én jó szívvel állok itt, és ajánlom újra az zuglói polgároknak Tóth Csaba országgyűlési képviselő urat. Hiszen valóban van még teendőnk bőven, itt Zuglóban is, van még teendőnk bőven itt Budapesten is, és van még teendőnk bőven az egész országban, annak érdekében, hogy azt a fajta elkötelezettséget, amit például a zuglói szociális modell mutat, vagy azt a zöld elkötelezettséget, amit a közterünk átalakítása kapcsán megmutattunk, hogy hogyan tudunk a beton helyett több zöldet adni az embereknek, ez mind-mind sarokköve annak a politikának, amiben hiszünk, amiben én személy szerint is hiszek, és amit a következő kormánynak azt gondolom, hogy szolgálnia kell.
Annyit szeretnék még mondani, hogy vegyük komolyan, hogy a helyi képviselőknek a helyi közösséget kell képviselniük. A magyar választási rendszer 30 éve nem véletlenül hozta létre az egyéni képviselői ágát a képviseletnek. Nagyon fontos, hogy azok, akikre szavaznak a helyi polgárok, azok valóban minden erejükkel a helyi közösséget szolgálják. És azért tartom ezt fontosnak elmondani, mert amikor arra buzítok mindenkit, hogy Tóth Csabára szavazzon az ellenzéki előválasztáson, azzal együtt is el kell mondanom, hogy Hatházi Ákos országos politikusi munkáját egyébként mi sokra tartjuk. Remélem, hogy egy másik ágon a következő parlamentben is tudja folytatni a munkáját. De azt gondolom, hogy leértékelnénk az zuglói emberek képviseletét akkor, hogyha nem olyan emberre bíznánk zugló képviseletét, akinek minden porcikája, minden politikai akarata arról szól, hogy zugló érdekeit képviselje a következő, remélhetőleg már kormánypárti többségben is. Azoknak az ellenzéki pártoknak az új kormánypárti többségében, akik ma arra szövetkeztek, hogy itt azt a programot, amit Zuglóban már kétszer megcsináltunk, hogy legyőzzük a Fideszt, ezt az egész országban megtehessük, úgyhogy hajrá Zugló, hajrá Tóth Csaba! Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök én is mindenkit. Kedves Ági, kedves Gergő, köszönöm szépen a biztató, dicsérő szavakat, igazán jó hallani. Most bárki azt gondolhatná, ettől már könnyű dolgom van. De hát az elmúlt 15 évem nekem Zuglóról szólt. Zuglóról szólnak minden napjaim. És ígérem, hogy Zuglóról fog szólni a jövőm is. Bő évtizeddel ezelőtt néhányan elhatároztuk, hogy elhozzuk a változást a kerületnek. Egyre többen lettünk, és ennek eredményeképpen ma Zugló a baloldal egyik fellegvára. Hisz baloldali a polgármesterünk, és baloldali az előző polgármester, Budapest jelenlegi főpolgármestere Karácsony Gergely is. 2014-ben tudtam először nyerni az országgyűlési választáson. Aztán akkor ősszel Gergővel együtt megnyertük már az önkormányzati választást is. Sok munka volt benne, és sok munka volt előttünk. Elkezdtük közösen azt a munkát 5 éven keresztül, ami a gondoskodó, biztonságos, zöld és fejlődő Zugló építéséről szólt. Sikerrel tettük, hisz 2018-ban ismét tudtam nyerni egyéni országgyűlési képviselőként. Nagyon sok mindent megvalósítottunk itt a kerületben. Felsorolni is nehéz lenne, teljes igény nélkül összeállítottunk egy kis tablót itt mögöttünk, fényképekből, emlékekből, hogy Gergő is emlékezzen a közös munkánk eredményeire. De ahogy ő is mondta, nagyon sok feladat van még előttünk. Nagyon sok mindent nem tudtunk megvalósítani abból, amire az zuglói emberek hogy régóta várnak. De van egy jó hírem számukra. Jövőre, a választások után, a kormányváltás után Zugló megkapja azt a kormányzati támogatást, ami a fejlődésre szükséges. És arra szeretném most kérni Magyarország leendő miniszterelnökét, Karácsony Gergelyt, hogy kössünk szövetséget. Köszönjük szövetséget a jövő Magyarországáért, köszönjük szövetséget Zuglóért. Vállaljuk azt, hogy közösen megvalósítjuk azokat az álmokat, amire az zuglói emberek oly régóta várnak. És ezeket az álmokat egy aláírással erősítsük is meg.